zenés-táncos kulturális műsorok a színpadon, egészségügyi szűrés, az ügyeskezőeknek ollóvágta. Többek között ezek kínáltak kikapcsolódási lehetőséget Liszóban. A sportpályán a Surdról érkezett Tóth Sándor fiatalkorát idézte fel. Gyerekkoromban igen, gyerekkoromban szívesen ostoroztunk, mi úgy mondtuk, hogy ostor. Hát most már, ahogy az ember kiöregedett, most már nem foglalkozik ilyennel. Akkor gyerekjáték volt a számunkra. A falunapok állandó szereplője a főzőverseny sem maradhatott el, így a bográcsokban készültek a zsűrizésre váró finomságok. Az eseményre a térség országgyűlési képviselője Cseresnyés Péter is ellátogatott. Félig meddig a faluhelyeken át is vette a búcsú szerepét a falunap. Sajnos, mert hát a búcsú egy nagyon nagy esemény volt a falu életében, a település életében, a családok életében is, hisz régebben, akkor, mikor nehezebb volt közlekedni, lassabban tartott egyik helyről másikra eljutni, akkor a búcsú egyben családi ünnep is volt, a rokonságot meghívták a családok, és egy jó vasárnapot, egy szép vasárnapot tudtak eltölteni egymással. Ez a búcsú, sajnos azt kell mondani, a múlté, és átvette a falunap ezt a szerepet. Itt is, és más településeken is azt lehet látni, hogy az emberek meghívják a barátokat, meghívják a rokonokat, és együtt töltik el azt a szombat délután, szombat estét, amit a falunap ad nekik. Kora estére ennek megfelelően meg is telt a rendezvénysátor. A liszóiak és a környékről érkező vendégek együtt tapsoltak a fellépőknek, így többek között Dávidnak.